Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, mindenek előtt nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást. Amikor az embert meghívják egy ilyen jeles eseményre, akkor mindig igyekszik utána nézni a város történelmének és annak, hogy milyen emberek is lakják. És erről sokat elárul a város egyik legismertebb polgárának egyetlen mondata. Csík Ferencről van szó. Csík Ferenc, aki polgári foglalkozását tekintve orvos volt, 1932-ben a testvéreivel együtt nézte a Los Angeles-i olimpia híreit, és egyszer csak megszólalt, annyit mondott, a legközelebbi olimpiára valahogy csak el kéne menni. Az elhatározásból tettek következtek, és 4 év múlva Csík Ferenc Berlinben olimpiai bajnok lett. Ez a bajnok pár évvel később, 1944-ben az életét adta a hazájáért a világháború egyik utolsó konfliktusában. Szóval ez a mondat és ez az életút az bizonyítja, hogy ezt a várost elhivatott, bátor emberek lakják, akik egyébként nagy teljesítményekre képesek. És az ilyen teljesítményekre ma is nagy szükség van, és ahogy elnézem, ezt önök ma is fel tudják mutatni, nem csak egyénekként, hanem közösségként is. Mert hogyan máshogy fordulhatna elő, hogy az idén 771 éves Keszthely az elmúlt években felújította a főterét, az új elkerülő utat épített, fejlesztette kórházát, megújította a közvilágítási rendszerét, óvodáját, pályaudvarát, vasútállomását és méltán híres kastélyát is. Ezek mind azt bizonyítják, hogy az itt élők nem sodródnak az élettel, hanem tesznek is érte. Szóval, és ezt önök nálam sokkal jobban tudják, Keszthely egy tevékeny időszakot zár, és minden oka megvan az optimizmusra. Na de mi a helyzet közösségünk egészével, Magyarországgal, a magyarok közösségével? Azt gondolom, hogy Magyarországnak is jó oka van arra, hogy optimistán vágjon neki az új évnek. Ez már nem Horn Gyula szürke kardigános Magyarországa, mert Magyarország egy olyan hely, amely gazdaságilag erősebben áll a lábán, épít a saját közösségeire, és ki is áll magáért. Sokak munkája van ebben, mint ahogy abban is, hogy az elmúlt években több mint 700 ezer új munkahelyet sikerült létrehozni, újra bővül januárban is a családtámogatási rendszer, újra nőnek a minimálbérek, miközben egyébként biztonságra is többet tudunk költeni. Azonban itt most semmiképpen sem szeretnék termelési értekezletet tartani, mert ezeket az eredményeket önök is nagyon jól ismerik. Inkább csak azzal egészíteném ki, hogy Magyarország csak akkor lehet hosszú távon is erős, hogyha közben Európa is erős. Ezért állunk bele az Európa jövőjéről szóló vitákba, és a biztonságról szóló vitákba, még ha ez sok politikai surlódással is jár. És ebből a szempontból a tavalyihoz hasonlóan idén is küzdős évre számíthatunk. De optimisták vagyunk, mert azt gondoljuk, hogy Európának, benne Magyarországgal van mire építenie az évezredes hagyományokra, a kulturális teljesítményekre, a versenyre, mind a gazdasági, mind pedig a politikai életben, a tulajdonjogok erős rendszerére, és nem utolsó sorban a munka szeretetére. Semmi, de semmi okunk az önfeladásra. Kohl kancellárnak igaza volt, ebben is igaza volt, az alapító atyák Európájának nincsen alternatívája, és Magyarország ezt a politikát képviseli. Erre azért értem ki külön, mert idén lesz egy választás, és ez valójában sokkal több, mint egy választás, azért, mert valójában nem csak a magyar belpolitikai vitákról, nem csak Magyarország jövőjéről, hanem az európai újratervezésről is szól. Arról, hogy kik vagyunk, hogyan képzeljük el saját magunk és utódaink jövőjét a következő 100 évben, itt a Kárpát-medencében és Európában. Minden esetre azt kívánom önöknek, hogy csak úgy, mint a mögöttünk hagyott időszak, itt Keszthelyen is, a jövőben is a gyarapodásról szóljon. Én ehhez kívánok önöknek sok kitartást, sok erőt és megfelelő lelki és szellemi iránytűt az előttünk álló hónapokban és az egész évben, amint Csík Ferenc példája is mutatja, van miből erőt merítenünk. Köszönöm, hogy meghallgattak.